Duplázott a Hőgyes Endre gimnázium csapata. A 12. E-osztályból Kaszás Diana, Kisa Levente, Pap Ágnes és Varga Péter Tamás a bójai anyanyelvi csapatversenyen megnyerték a területi döntőt. Bejutottak az országosra, ahol remek szerepléssel az 5. helyet szerezték meg. Felkészítő tanáruk és egyben osztályfőnökük Árváné Márton Erzsébet már 6 évvel ezelőtt fantáziát látott a tehetséges gyermekekben. Ezt a versenyt, amit idén indítottak először középiskolások számára, saját kategóriájukban már 2010-es tanévben is megnyerték. Hatalmas siker a bójai anyanyelvi csapatversenyen. A Hőgyes Endre gimnázium tanulói területi első és országos 5. helyezést értek el. Természetesen a szép eredmény nem véletlen. Profi felkészítő tanár és versenyeken edződött rutinos diákok érdeme. A munkát 6 évvel ezelőtt kezdték. Általános iskolás korosztálynak mindig sokkal több lehetőség van magyar nyelv és irodalomból, az egyik tantárgyamból a versenyzésre. Velük az osztályom diákjai, tehát osztályfőnökük is vagyok, nem csak a magyar tanáruk. 7.-8. már nagyon sok versenyen vettünk részt. Lott szövegértési helyesírási verseny, simonyi verseny, bendegúz nyelvész verseny, és talán a legsikeresebbek a bójai anyanyelvi versenyen voltunk. 7. és 8. osztályban is 4 fős csapatokkal indultak a gyerekek, és az eredményeikről pedig majd ők mesélnek, tehát ott már szép eredményekkel is az országos döntőn szerepeltünk. Éveken át vártuk, hogy a nagy középiskolás korosztályban is lehetőségük legyen még egyszer megmutatni, hogy így ebben a csapatban milyen eredményeket tudnak elérni, és most 12-esként sikerült is beneveznünk, ebben az évben indították a középiskolás korosztály számára ezt a versenyt. Minden évfolyamnak külön hirdették, és 4 terület volt az országban, a dunántúli diákok versenyeztek együtt, Budapest 2 körzet, és a Dunán inneniek voltunk mi. Ebben a kategóriában a 12-es diákok körében ők első helyezést értek el, nagyon örültünk, mert így az országos döntőbe jutottunk. A versenyről annyit, hogy nagyon összetett, sok minden kell hozzá. Egyrészt nagyon jó logikai készséggel kell rendelkezniük, irodalmi, nyelvi ismeretek, biztos tárgyi tudás, kreativitás, a helyesírás, azon kívül a nyelvhelyességi feladatok ugyanúgy számot, vagy kapnak benne ugyanúgy szerepet, mint az anyanyelvnek más területei. Folyamatosan készültünk, szerencsére mivel végzősek, így már az érettségi témakörök ismétlése is egyfajta rendszerezést jelent erre a versenyre. Ezen kívül az egyik diák a magyar specializáción is dolgozik velem, a másik 3 pedig az alapórai biztos tudását hozta ebbe a csapatmunkába. Nagyon lelkesek voltak, 3 az előző csapatból már eredményesen szerepeltek, tehát ők kifejezetten várták, hogy lesz még egy ilyen lehetőség, és azonnal neveztek a 4. tagot, kerestük meg a csapathoz. Szerencsére találtunk olyan diákot, aki szintén érdeklődik, és így azonnal összeállt a csapat. Komoly munkát jelentett a készülés. Sok délutáni, hétvégi elfoglaltságot, beosztottuk a területeket, a feladatokat, 9-től 12. évfolyamig néztük át, és ami a legnehezebb volt a dologban, hogy nem tudtuk igazán, hogy mire számíthatunk, hiszen a középiskolások számára még nem voltak előző évekből, mint a feladatok számunkra. Gyakoroltunk a nehezebb általános iskolai versenyeken, meg amit én gondoltam, hogy amire számíthatunk, és szerencsére jól készültünk. A régi időkről Tamás mesél. 7. osztályban meg volt hirdetve ez a verseny, akkor jöttünk a Hőgyes Endre gimnáziumba, és akkor állt össze először a csapat. Ebben ugye 3 voltunk, majd később az egyik csapattag átment egy másik iskolába, és így lett Diana az új csapattag. De akkor még így álltunk fel, és ugye beneveztünk a versenyre, és sikeresen megnyertük a megyei fordulót, ennek nagyon örültünk, nem hittük volna, és aztán pedig mentünk az országosra, és itt pedig 5. helyezést értünk el. Álmunkba se gondoltunk volna, hogy ilyen jól fogunk szerepelni. Így felbátorodva 8. is megpróbálkoztunk, és akkor is sikerült bejutnunk az országos döntőbe, akkor 8. lettünk. És ezek miatt is, amikor meghallottuk, hogy 12-ben újra megrendezik ezt a versenyt, úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen el kell indulnunk, és meg kell próbálhatnunk magunkat még egyszer utoljára. Az egyik kedvenc tantárgyam az nem feltétlenül az irodalom és a nyelvtan, hanem a matematika és a fizika, ugyanis a továbbiakban szeretnék a Budapesti Műszaki Egyetemen tanulni, mint mechatronikai mérnök. Ellentétben ezzel nagyon szeretem az irodalmat is, szeretek
különböző verseket, regényeket olvasni, ezért is jelentkeztem erre a versenyre. Általános iskolában annak idején szintén jelentkeztem erre a versenyre, és voltam már országos döntőn, úgyhogy nem okozott túl nagy meglepetést a dolog. Maximum annyi, hogy változtak a feladatok. Nyilván, ahogy idősödünk, úgy nehezednek. Osztályfőnök javasolt nekünk egy szöveggyűjteményt, és azokat felosztottuk évfolyam szerint 9-től 12-ig, illetve egy nyelvtantankönyvvel dolgoztunk. Azt hiszem, Apácai kiadó talán. Személy szerint neked mi volt a legpozitívabb élményed, vagy mi volt a legjobb, vagy a legnehezebb feladat? Hát azt gondolom, hogy amit szeret az ember csinálni, arra készülni nem nehéz és nem fárasztó, de mindenképpen sokrétű volt. Talán a budapesti utazás volt a legérdekesebb és a legjobb. Kaszás Diana volt az egyetlen, aki humán vonalon szeretett volna tovább tanulni, ám menet közben ő is váltott. Igazából én, amikor jelentkeztem erre a versenyre, azt azért is tettem, mert akkor egy ilyen pszichológia-pedagógia vonal volt, és emelt szinten szerettem volna magyarból érettségizni. Aztán hát magam is meglepődtem rajta, de ez hirtelen átváltott egy gazdasági vonalra. Úgyhogy én Debrecenbe szeretnék menni, a gazdaságtudományi karra, gazdálkodás és menedzsment szakra. Levente lelkes nyelvész sorra nyerte a középiskolások számára meghirdetett egyetlen versenyt, és nagyon megörült annak, hogy az utolsó évre lesz még egy lehetősége. Meghatározó élmény volt a hetedikes és a nyolcadikos verseny, és főként ezeknek a sikere miatt gondoltuk, hogy újra jelentkezünk. Mivel itt 12-ben nem megyékre volt, tehát nem megyénként voltak a körzetek, hanem egy jóval nagyobb körzetbe osztottak be, így sokkal több csapattal kellett versenyezni, és nem gondoltam volna, hogy ennyiből is mi leszünk az elsők, és minket hívnak be az országosra. Továbbtanulást illetően őt is a matek érdekli. Én szintén a BME-re jelentkeztem, elektronikai mérnök szakra. Hát a kedvenc tárgyaim ugye a matek és a fizika, de még a fizikán belül nem igazán tudtam eldönteni, hogy mi érdekel jobban, és mivel a mechatronika az lefedi, több területet is lefed, így még később lehetőségem lesz eldönteni, hogy milyen irányba szakosodom. Papági kedvence a nyelvtan, ez a tulajdonság pedig kincset ér egy anyanyelvi versenyen. Én mindig is a nyelvtant szerettem jobban, de az irodalomban is jó vagyok, csak a nyelvtani szerkezeti ábrák és ezek jobban közelebb állnak hozzám. Így a 7. és a 8. versenyben is inkább azt a részt erősítettem, és ez a 12. versenyben is így volt. Tudták a csapattársak, hogy na, ezek biztos, hogy a te feladataid lesznek? Hát ők is segítenek, csak én azt szeretem kisajátítani. És eredményesen megcsinálni. Igen, az ő ellene, vagy a csapattársai meg leellenőrzik, hogy jó. Abszolút csapatmunka. Milyen volt a felkészülés? Mennyire vártátok, vagy reméltétek, hogy jól fog sikerülni, és tovább juttok? Elsőnek nem vártuk, csak elindultunk próbaszerencse úton, és aztán megnyertük, hát nagyon örültünk neki. A felkészülésről csak annyit tudnék mondani, hogy mindenki ugyanúgy vette ki szerintem a részét, osztályfőnök is, nagyon sokat segített nekünk, és 6.-7. órában is maradtunk még készülni. Hogy van erre ideje egy végzősnek? Annyi minden van így, nem? Érettségi előtt. Aki, valaki szeret valamit, akkor arra van ideje. Ahogy a többiek, Ági is reálvonalon készül tovább tanulni. Vegyészmérnök szeretne lenni, de a budapesti élelmiszermérnöki kar is érdekli. Osztályfőnökük, felkészítő tanáruk, nagyon büszke rájuk. Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra. 6 éven keresztül rengeteg sikerünk volt, sok országos eredményünk, és nagyon szép zárása a 6 évnek ez az országos 5. hely, ami az értékét növeli, hogy tényleg csak a legjobbak kerültek be. 3 budapesti és a győri révai gimnázium volt előttünk, és utána következtünk mi, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk a sikernek, és jó volt hallani, hogy ők is úgy érték meg, ahogy én, hogy egy szép emlék marad a 6 évről. Mindegy, hogy nem ebben az irányban tanulnak tovább, de az anyanyelv szeretetét azt hiszem, hogy fogják vinni tőle. Köszönöm.